Köszönöm a szót, elnök úr. Előjáróban szeretnék egy dolgot elmondani. Mi időről időre megadjuk a tiszteletet mindazon ellenzéki képviselőknek, akik különböző módokon kritizálják a kormányt, és azt szeretnénk kérni önöktől, hogy önök is adják meg a tiszteletet azoknak a választóknak, akik kitüntették bizalmukkal az itt lévő frakciót, a kormánypárti frakciókat. És egyébként azt is szeretném elmondani, hogy sajnálom, hogy Ron Werber tanácsaiból ennyire futja, ez itt az országgyűlés, és nem pedig az LMP nagyválasztmány, és amit láthattunk, az rendkívül méltatlan egy magát miniszterelnök jelöltnek tekintő képviselőasszonyhoz. Ennyit szerettem volna elmondani. Többször beszéltünk már itt arról az országgyűlésben, hogy megkezdődött a betelepítési program végrehajtása, és elkezdték jogszabályba önteni ezeket a terveket, és annyi újdonság van a múlt hét óta, hogy a plenáris ülésen is döntés született azokról a tervekről, amelyekről szó van, innentől kezdve ez az Európai Parlament hivatalos álláspontja. Lássuk egészen pontosan, hogy miről van szó. Felső létszámkorlát nélküli kötelező elosztási eljárásról, a már Európában lévő bevándorlókra vonatkozóan, és világosan szerepel ebben a rendeletben, amit elfogadtak az Európai Parlamentben, hogy elsősorban azokba a tagországokba irányítanák ezeket a bevándorlókat, akik eddig szerintük kevés bevándorlót fogadtak be. Az is világosan szerepel a szövegben, hogy az ellenőrzéseket nem a belépési országokban, hanem a célországokban, tehát itt a mi országainkban kellene lefolytatni. Mindezek mellé megkönnyítenék a családegyesítéseket, és bevonnák az eljárásokba a sokat kritizált, átláthatatlan hátterű NGO-kat. Mi rendkívül felelőtlennek tartjuk, hogy az egyes uniós vezetők nem Európa határait akarják megvédeni, hanem a saját elhibázott politikájuk következményeit akarják azon országokra hárítani, akik a kezdetektől fogva felhívják a figyelmet a veszélyekre, és nemet mondanak a betelepítési kvótákra. És botrányos az, hogy az az ellenzék, amelyik az elmúlt években rendre letagadta ezeket a terveket, most is ezt teszik. Idehaza letagadták, Brüsszelben pedig megszavazzák. Tisztelt képviselőasszony, az ön képviselője, akiket önök Brüsszelbe delegáltak, azt mondta, hogy nem tud más megoldást elképzelni a válság megoldására, mint a kötelező kvótarendszer bevezetését. Ez az önök álláspontja. És kint az egész ellenzék ezt megtámogatja. Támogatta az MSZP, nézzék meg a jegyzőkönyvet. Támogatja az LMP, említettem a nyilatkozatot, és sajnos a Jobbik is beállt ebbe a sorba. És hogy mi várható ezek után? Kezdődik egy három oldalú egyeztetés az uniós intézmények között, jellemző módon a nyilvánosság teljes kizárásával. És ezt a botrányos tervet csak is a tagállamok tudják kisiklatni, de ehhez kellő állampolgári támogatás kell, na ezért fontos az, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban. Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani mindazoknak, akik már elmondták a véleményüket, és azoknak is, akik ezután fogják tenni. Nemrég valóban értesültünk arról, hogy maga Soros György is nyilatkozott, miközben az Európai Parlament az ő javaslatainak egy részét hajtja végre, erről szól a múlt heti szavazás, ő a magyar kormány támadja. Színre lépése azt bizonyítja, hogy tovább fokozódik a nyomás Magyarországon, frontális támadást indítanak azok, akiknek nem tetszik többek között hazánk bevándorlás politikája. Az aktivisták után most a milliárdos személyesen is beszállt a küzdelembe, ebből azt látjuk, hogy az igazi politikai csata csak ezután kezdődik. Egy dolgot biztosan állíthatok önöknek, az ellenzéknek is, hogy nem fogjuk hagyni, hogy milliárdosok és senki által meg nem választott bürokraták a fejünk fölött hozzanak olyan döntéseket, amelyek a jövőnket fogják meghatározni akár évtizedekre is. A magyarokat ennél keményebb fából faragták. Köszönöm, hogy meghallgattak.